Köszöntöm a VKC Televízió nézőit, önök a Budakalász ma hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Februári garázsvásár. Fölényes szegedi győzelem Budakalász ellen. Népzenei verseny, területi válogató. Igazi kincsekre bukkanhatott az, aki ellátogatott a Kóskároly Művelődési Ház idei első garázsvásárára február 4-én. Közel 50 asztalra váltottak előre jegyet a vásározók. A faluházban egyre népszerű program a garázsvásár, ami praktikus ötlet lehet mondjuk a költözés előtt, ha nem akarjuk magunkkal vinni a feleslegessé vált holmikat, vagy ha a gyerekek felnőttek és már nem szeretnénk tovább tárolni a ruhájukat. Egy kicsit közösségi élményt is nyújt, és ha szerencsénk van, eltűnhetnek otthonról azok a dolgok, amikre már nincs szükségünk, és még némi pénz is befolyhat a nap végére. A városban többen is jelezték már korábban, hogy szívesen részt vennének garázsvásáron, ezért arra gondoltunk, hogy az itt lakóknak szervezünk vásárt, ahol a különböző, már otthon nem használatos dolgaikat el tudják adni. Szerencsére azt tudom mondani, hogy most már minden vásárunk előtt elfogynak az asztalaink, és most már a rossz idő ellenére is elég sok a vevő, aminek nagyon örülünk. Januárban nem tartunk garázsvásárt pont a karácsonyi költekezések miatt, ezért minden év februárban van az első, viszont most csak a földszinten tartjuk meg a vásárt, mert nincs annyi jelentkező most még egyelőre, hogy az emeletre is felrakjuk a vásárt. Körülbelül 50 asztalt adtunk ki, és addig, amíg bent tartjuk a vásárt, rossz idő esetén, addig valószínűleg most így 50 asztalt fogunk kiadni minden alkalommal, viszont remélhetőleg áprilistól vagy májustól meg kint tarthatjuk meg az udvaron, ahol azért jóval több asztal elfér. Legtöbben ruhákat hoznak, játékokat, lakberendezési tárgyakat és mindenféle használati tárgyat, ami otthon jól jöhet másoknak. Március 18-án szombaton 8 és 12 óra között kerül megrendezésre, és most már elővételesen lehet a művelődési ház irodájában venni jegyet. Minden munkanap 9 és 16 óra között, és ugyanúgy 1000 forint egy asztal, illetve a kávézóban 500 forint egy asztal. A garázsvásár egyszerű és olcsó megoldás azoknak is, akik vásárolni szeretnének. Legyen akár határozott elképzelése, vagy csak szeressen turkálni érdekes és izgalmas holmik között, az biztos, hogy itt biztosan megtalálja bárki a számításait. A Szeged Fölényes 36-19-es győzelmet aratott a vendég Budakalász együttese felett a férfi kézilabda NB1 első vasárnapi mérkőzésén. Horváth Attila, a Szeged Budakalász vezetőedzője korábban elmondta, hogy az esélytelenek nyugalmával készülnek a Szeged ellen. Ezt a meccset egy kitolt edzőmérkőzésnek tekintik. Számukra a bajnokság az Eger elleni mérkőzéssel kezdődik, amit szintén idegenben játszanak a fiúk február 18-án. Hazai pályára először február 25-én Gyöngyös együttese ellen lép a csapat, és vehet elégtételt az őszi fordulóban elszenvedett 23-21-es vereségért. Népes mezőnye 84 indulóval idén is a Kalász Művészeti Iskola szervezte a 8. országos népzenei verseny Pest és Nógrád megyei területi válogatóját. A versenynek ez alkalommal is a Kóskároly Művelődési Ház adott otthont. Három évente rendezi meg az Oktatási Hivatal az Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmények között a népzenei versenyt. A Kalászi Művészeti Iskola már 4. éve vesz részt a területi válogatón, mint szervező és házigazda egyaránt. Ez a bajó rendnivaló, nem csíz már a kennivaló, a szép kislány arra való, este reggel csókra való. Én ültettem a rózsapát, már szeli le a rózsáját, én szerettem szőkét barbát, már séli belde billetek. Te voltál szeretőm, nem más, ez sem beléd a nyílomlás, 8 garasnak 4 a fele. Evelt volna meg a fele, 8 garasnak 4 a fele, evelt volna meg a fele. Ez ugyebár a 8. országos népzenei verseny, amit 3 évente rendez meg a minisztérium, a mindenkori oktatással foglalkozó minisztérium, illetve az oktatási hivatal, és itt Budakalászon már legalább a 4. alkalom, amikor mi rendezzük a Pest és Nógrád megyei válogatót, illetve volt már, hogy Heves megye is itt volt korábban,
Most ez a két megye tartozik hozzánk, Pest és Nógrád megye, illetve hát vannak úgynevezett idegen légiósaink is, akik Budapestről érkeztek ilyen-olyan oknál fogva. Ezt meg lehet kérvényezni az oktatási hivatalnál, és ha engedélyt kapnak, akkor nálunk versenyezhetnek. Úgyhogy hál' Istennek nálunk sosincs azzal a probléma, hogy nincs elég versenyző és nincs elég növendék. Valahogy úgy van ez, hogy Pest megyében és Nógrád megyében, meg Heves megyében, tehát itt a mi környékünkön elég sok iskolában van, népzenei képzés viszonylag nagyobb létszámmal. És valahogy nagyon lelkesek ezek a kollégák, úgyhogy most is, hál' Istennek, mi megkaptuk ezt a megtisztelő felkérést, hogy megrendezhettük az idei válogatót. Most az idei versenyben 102, illetve még két idegen légióssal 104 nevezés érkezett az iskolánkba, amit már rögtön láttunk, hogy teljesíthetetlen egy nap alatt, mert ugye vannak már több évre visszamenőleg tapasztalataink, hogy hát 90 műsorszámnál, 90 nevezőnél többet nem nagyon tudunk ellátni. Tehát az történt, hogy sajnos jó párukat el kellett küldeni más válogatóra, Egerbe, Székesfehérvárra, ahol kevesebben voltak, és akkor így maradtunk most pillanatnyilag 84-en, 84 nevező, ez úgy egy nap alatt talán le fog tudni menni, és hogy milyen feltételekkel lehet versenyezni, alapfokú művészetoktatásban kell hozzá tanulni, tehát tanulói jogviszonnyal kell rendelkezni valamelyik ilyen iskolában, ugyanazon a szakon, amin versenyzik az illető, azon nem kaphat magasabb szintű képzést, tehát nem járhat középiskolába ilyen szakon, vagy netán főiskolára. Ez egy ilyen alapfeltétel, illetve még a piciknél van egy ilyen szűrés, hogy lehetőleg 3, de 2 év folyamat mindenképpen végezzen el a művészeti iskolába, és csak akkor nevezzen be a versenyre. Ettől azért vannak az oktatási hivatal engedélyével eltérések, mert valljuk be, főleg népzenében vannak olyan gyerekek, akik most kezdtek el egy pár hónapja, de lehet, hogy már babakora óta énekelnek neki, meg ő maga is énekel, és nem baj az, hogyha nincsen bizonyítványa, ha tudjuk azt bizonyítani, hogy tehetséges, rátermet, ügyes, idegileg bírja, stabil, akkor megadja az oktatási hivatal általában az engedélyt. Úgyhogy hát nagyjából ilyen feltételekkel megy, és ugye mivel az alapfokú művészetoktatásban alapvetően 6 évestől 22 évesig lehet járni, ezért a versenyben is ez az életkori alsó, illetve felső határ. A verseny célja az országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak őrzése, értékeinek bemutatása, a tehetségkutatás. 7 fő versenyzik nálunk, van egy citerás fiunk, egy népi furulyás kisfiú, illetve van 3 szólóénekes és egy énekkettős a kislányok közül, úgyhogy most ebben az előbbi másfél órában, vagy 2 órában tulajdonképpen 3-an már le is tudták a versenyzést, a műsorszámaikat, mert most a második korcsoporttal kezdtünk, és majd még a harmadik korcsoportosok délután fognak következni, úgyhogy a 3 szólista nagyobb lányunk, ők még ezután fognak versenyezni. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, mert többször hallottam már őket, különböző ilyen próba meghallgatásokat, meg próba szerepléseket tartottunk, és még a múltkor pont mondtam nekik, hogy mindent nagyon tudtok, nagyon ügyesek vagytok, de még nem elég bátor a kiállás, és tessék jobban kommunikálni a közönséggel, nekünk játszatok, látszon az, hogy élvezitek, amit csináltok, és ezt most már sokkal jobban tudták hozni, mert hát azért nagyon sokat számít az, hogy hányszor adják elő ugye közönség előtt, mert addig, amíg magunknak énekelgetünk otthon, vagy egy terembe a tanárnéni előtt, az nem ad egy olyan magabiztosságot, mint hogyha többször ki van próbálva a műsorszám közönség előtt. Úgyhogy ez jót tett nekik, hogy többször meghallgattuk őket szülők, tanárok előtt. Hát ez ugye mindig változó, és most még nagyon az elején vagyunk a versenynek, nem is hallották az összeset, és ők nem is tudják, hogy kik a budakalásziak, tehát a múltról tudok csak beszélni. Általában jól szerepelnek a növendékeink, mindig van 1-2 vagy akár több, aki az országos fordulóba is bekerül, az országos döntőbe Gödöllőre. Úgyhogy hát egyelőre még csak kíváncsian várjuk, hogy idén hogy fog sikerülni ez.
A háromfős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. Furulyán indultál a mai versenyen, mióta furuljázol? Hát 3 éve kezdtem itt a zenesuliban, és hát azóta már megfordultam, minden voltam Dianyban ilyen táborban, ott sok ismerős, tehát profi furuljásokkal találkoztam. Szóval én eléggé szeretek így ez zenélni, főleg mert az a tábor az nagy élmény volt, és most akkor eljutottam erre a versenyre. Hogy érzed, hogyan készültél fel, mit adtál ma elő? Hát én dél-dunántúli dalamokat adtam elő. 2 hónapja kezdtem a készülést, akkor még csak ilyen kisebb kis koncerteken, aztán azután volt még egy ilyen felkészülő koncert 1 hete. Szóval, hogy a tanárommal eléggé össze kellett hangolnunk, hogy most így mit fogok, mikor ismétlek, mikor milyen díszítéseket teszek bele, és mikor nem. Tehát eléggé hosszadalmas készülés volt. És hogy érzed most, hogy túl vagy a produkción, mennyire volt sikeres, mennyire vagy te saját magaddal megelégedve? Hát én elég izgulós típus vagyok, és ehhez képest most annyira nem izgultam, és így elég jól sikerült, meg a zsűri is elég biztatóan nézett rám, és ez is szerintem sok erőt adott, szóval összességében én elégedett vagyok ezzel sikerült előadnom. A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az oktatási hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg. Idén az 53 pontot elért versenyzők jutottak tovább. A 7 budakalászi indulóból Halmai Réka tímea szólóének kategóriában 55 ponttal jutott a döntőbe. Ez alkalommal is a gödöllői Damjanics János általános iskola adott hont a döntőnek március 24 és 26-a között. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!